sokadszorra is elmaradt az a bátor karakán kiállás, amelyet a magyar hazafiak évtizedek óta várnának minden magyar kormánytól, de az ózvölgyi temetőgyalázás után is csalódást keltett a külügyminisztérium és a magyar kormány hozzáállása. Ölvetett kézzel nézik például azt, hogy a románok a nemzetközi közvéleményben is azt a hazugságot terjesztik, hogy vandál magyarok támadták meg a békésen megemlékező románokat az ózvölgyi temetőben. Pedig dehogy. Egyáltalán nem erről volt szó. Nem mi vagyunk a farkasok, és nem ők a bárányok, hanem fordítva. Az a temető a magyar nemzeti örökségnek a része, és sosem lesz román. Bármit hazudjon is ennek az államnak a vezetése. Mert cselekvésre van szükség, nem csak beszédre, és ezért hívta össze a 64 vármegye ifjúsági mozgalom ezt a rendezvényt is, meglepetéssel készülve a románoknak, hogy végre cselekedjünk is, mutassuk meg, hogy mi nem csak beszélünk, hanem a cselekvésünkkel éreztetjük a határon túli magyar honfitársainkkal, hogy valóban mellettük állunk. Mutassuk meg a magyar kormánynak is, hogy határozottabb kiállást követelünk az elcsatolt nemzetrészeken élő honfitársainkért. Külügyminisztérium sajtófőnöke lejött hozzánk, ő fogadott bennünket, és Barcsa Turner Gábor, a HVM társvezetője fel is ment vele a külügyminisztérium titkárságára. Nyilvánvalóan Gábor garanciát fog kérni arra, hogy személyesen Szijjártó Péter külügyminiszter úr foglalkozzon a petíciónak és annak tartalmával. Közben tisztáztuk a rendőrökkel, hogy milyen tárgyú követeléseink vannak, tehát hogy nem az épületet szeretnénk, hogy átadják nekünk, anyagi jellegű követeléseink nincsenek, tehát tisztán politikai, diplomáciai, külpolitikai követeléseink vannak, azok viszont komolyak, azok viszont erős követelések, hiszen a Kárpát-medencében a magyar nemzeti érdekképviselet a gúnyhatárjainkon túl sántít, béna, gyenge lábakon áll. Sajnos ezt látjuk, sajnos sok-sok év nemzeti kormányzás után is továbbra is itt tartunk, és most már minden eddiginél az elmúlt évek tekintetében minden eddiginél súlyosabb következményei vannak ennek a setes uta külügyi politizálásnak. A petíciót sikeresen átadtuk, nagyon kedvesek voltak egyébként, és még a munkásságunkhoz is gratuláltak, meg érdeklődtek, hogy mi volt a román nagykövetségnél, és ígéretet kaptam arra, hogy a külügyminiszter úrnak az asztalára leteszik, amint visszaérkezik Magyarországra. Ezt többször kértem a nyomatékosítva, stb. Úgy láttam, hogy komoly a szándék, és értesíteni fognak a továbbiakról. Meglátjuk. Mi azért jöttünk, mert felelősséget érző magyar állampolgárok vagyunk, akiknek fontos a gúnyhatárokon, a jelenlegi gúnyhatárokon túlélő magyar nemzettestvéreink is, és az ő érdekükben jöttünk ide. Tehát egyébként ilyen értelemben én örülök neki, hogy ilyen pozitív volt a fogadtatás. Igen, és szándékosan nem is vittem be oda sem mobiltelefon, sem kamerát, hogy egy kötetlenebb, nyugodtabb légkörben tudjunk egyeztetni, pont azért, hogy a petíció valóban elérje a célját, és ne egy ilyen média hype legyen akár az átadás, átvétel is, meg a beszélgetés. Igen, mert ugye volt az a különbség, hogy mi nem azért jöttünk ide, hogy magunkat, a mi arcunkat, a mi nevünket fényezzük, mi azért jöttünk ide, mert az itt megfogalmazott leírtaknak haladéktalanul érvényt akarunk most már szerezni, mert tűrhetetlen. Igen, és azt látjuk, hogy nagyon sok múlik a magyar külügyön, sőt, szerintem döntően, hogy ilyen állapotok uralkodnak a trianoni utódállamokban, akár Romániában, akár Szlovákiában, Kárpátalján, stb. Az mind azért köszönhető, hogy erőtlen a magyar külügy. Mi szeretnénk, hogy legyen egy valóban erős, független, komoly
külügyünk. Fölvetett kézzel nézi a Magyar Külügyminisztérium, hogy egy román parlamenti képviselő ugye azt kezdeményezte, hogy Ózvölgyében ortodox templomot építsenek. Erre egyértelmű, hogy a magyar kormánynak az kellett volna lenni a válasza, hogy legyen a válasza, hogy egy katolikus templomot építünk oda, hiszen az ott nyugvó hősök döntő többsége magyar, és az egy magyar nemzeti emlékhely, ezért a Mi Hazánk képviselőjeként kezdeményeztem azt, hogy egy katolikus kápolna épüljön ott a temető területén, vagy annak közvetlen környezetében, hogy ezt a román térhódítást is legalább megállítani sikerüljön.